Zelenszkij kijelentette, nem biztos abban, hogy az orosz elnök, aki néha megjelenik az összemontírozott felvételeken, valóban Putyin. Az ukrán államfő a Davoszi ukrán reggeliben beszélt a kérdésről. Nem igazán értem jelenleg, hogy kivel beszéljünk és miről. Nem vagyok biztos abban, hogy az orosz elnök, aki néha megjelenik az összemontírozott felvételeken, valóban ő. Nem teljesen értem, hogy éle, hogy ő bólint rá a döntésekre, vagy ki hozza ott a döntéseket, hogy kik ezek. Nincs erről információm. Nem egészen értem, hogyan lehet megígérni egyet az európai vezetőknek, aztán másnap teljes körű inváziót indítani egy ország ellen. Egyszerűen nem értem, kivel van dolgunk. Amikor azt mondjuk, hogy béketárgyalások, nem egészen értem, kivel. Most önökkel beszélünk, és önök pontosan tudják, ki vagyok, és én is pontosan tudom, kik önök. Az életünknek vannak szemtanúi, és még ha különböző dolgokról beszélünk is, konszenzusra juthatunk. Úgy vélem, hogy Oroszországnak először találnia kell valakit, és aztán kell felajánlania valamit. Mondta az elnök, hozzátette, Ukrajna mindent megtett annak érdekében, hogy diplomáciai úton szabadítsa fel területeit, a béketárgyalások pedig nem egyenlők a békével.